Musdéval, a hal musdéval. Színházi rovatunkban két marosvásárhelyi előadásról számolunk be. A 17 című előadást saját szövegeik alapján a színháznál önkénteskedő fiatalokból alakult manószok játsszák, míg a Nép ellensége című Ibsen drámát Keresztes Attila vitte színre a nagy színpadon. A Marosvásárhelyi Színház Tompa Miklós társulatánál önkénteskedő fiatalokból alakult a manószok színjátszó csapata. Az ifjúsági előadások fontos részét képezik az intézmény repertoárjának, hiszen a fiatalok színházba járását, nézővé nevelését igyekeznek ezzel ösztönözni. A 17 című előadást szeptemberben mutatták be rendezői Bélai Marcell és Demeter Márk Krisztofer, a gyerekeken kívül Simon Boglárka Katalin színművész játsza Lucifer szerepét a darabban. Az Underground teremben a színház munkatársainak segítségével rendezték be a játékteret. Sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen ez, hogy legyen, vagy valami olyat csináljunk, aminek értelme van, mert most én azt gondolom, hogy egy kész szöveget fiatalokkal feltenni, az még sokkal nehezebb, mint egy ilyen jellegű dolgot. És végül is az volt a célunk, vagy azt akartuk volna, hogy olyan dolgokról tudjanak ők beszélni, ami őket érdekli. Tehát, hogy belőlük jöjjön az egész. Persze ehhez mi kitaláltunk egy kontextust, ezt a szuperképességes, poklos ötletet, koncepciót, amiben úgy gondoltuk, hogy ez belefér talán. A szöveget ők írták, mi átírogattuk, vagy dramaturgiailag kijavítottuk, ahol úgy éreztük, hogy még szükség van egy kicsi ilyesféle munkára. És azon túl azt szerintem az ő érdemük igazából. Tehát szerintem szakmailag sokat segített azért is, mert ugye ez a... Hát meg kellett oldjuk itt igazából a dolgokat. Nagyon sokat segítettek, persze ez nagyon, nagyon fontos, hogy nagyon sok mindent meg tudtunk oldani azért, mert itt állt segítségünkre a színház. De érdekes volt, vagy nagyon tanulságos volt az, hogy hogyan gondolkodjunk úgy, hogy oldjuk meg ezeket a dolgokat, hogy díszlet és jelmez és a többi, úgy, hogy igazából kaptuk ezt a teret, ami nem egy színpad, ugye? És ebben valahogy létrehozni egy olyan teret, amiben létrejöhet egy előadás, amiben megszülethet bármi. Egy csapat fiatal természetfeletti képességekre tesz szert. E képesség felhatalmazza őket arra, hogy bármiről, ami eddig az ő életükben meghatározó pillanat vagy gondolat volt, bátran, szabadon beszélhessenek. E fiatal csapat önkeresésének történetét látjuk a színpadon, amelyben szembesülnek önmagukkal, egymással, a világgal és az ezt működtető külső és belső erőkkel. Áll az előadás ismertetőjében. A szereplők javarészt saját szövegeiket mondják, éneklik, de a közönséget is beavatják, néhány sort velük együtt olvasnak fel. Senki nem fél a jövőtől! Látom, sokan vagytok így. Régebben én is féltem, rettegtem a másnaptól, a váratlan érzésektől, attól, hogy nem tudom megoldani őket. Folyamatosan csak ez lehet a fejemben. Megkeserítette az életemet. Úgy már, hogy problémáik megkeserítik a mindennapjaikat. Úgy a folyamatos boldog szüli napot. Megyek a viseket? Egyet mondok, van remény. Igen, van rá megoldás. És mi a megoldás? A bajérzékelőm. Igen, jól hallották. Van egy bajérzékelőm, amit érzékeli a bajt. Amióta rendelkezem ezzel a bajérzékelővel, boldog vagyok. Sokkal, de sokkal nyugodtabbak. Kiegyensúlyozottabbak a mindennapok. Happy, hú! Happy, hú! Happy, happy, happy! Happy! Nem is ez a bajérzékelő! Nagyon jó kérdés, tessék és hagyma! A bajérzékelő előre jelez minden veszélyforrás! Minden kellemetlen, kiszámítva a helyzet, elkerülhetővé válik! Garantálom önöknek, ez önök élete is gyökeresebben fog változni. Én nagyon szeretek színdarabokat nézni, és így az egész érzés, amikor beülök megnézni egy színdarabot, mert úgy érzem, hogy miközben ülök a nézőtéren, és közben megy az előadás a színpadon, mintha lenne egy ilyen láthatatlan fal közöttünk, amit nem lehet
egyszerűen megtörni, és én azt az érzést nagyon szerettem, és főleg, hogy most itt állhatok az underground színpadán, és előadhatok egy előadást, ez nekem nagyon jó érzés. Én több mint két éve önkénteskedem a színháznál, és nagyon szeretem, hiszen betekintést nyerünk a kulisszákban, az egész színház varázsa megfogott, és ezért jöttem önkéntesnek, mert a színház egy nagyon vagány dolog, és nagyon érdekelt. Ugye az elején mi is úgy képzeltük el, hogy na, fogunk kapni egy szöveget, és el kell játsszuk. És amikor azt mondták a rendezők, hogy saját magunkat kell adjuk, akkor wow, hogy talán az még nehezebb, mint belebújni valakinek a bőrébe. És vagy háromszor kellett szöveget írjunk, és azokat így összetettük, hogy végül megszülessen a végső forma. De nagyon sokat dolgoztunk. És szerintem még most is minden előadással valami újat tanulunk, hogy mit tudjunk belerakni, és hogy hogy csináljuk. Igen, hát hallottam, hogy azért aktualizált szövegek is voltak itt, tehát olyan, ami októberben még nem hangozhatott el. Hát igen, nincs két egyforma előadás, és szerintem picit nehezebb, hogy a saját életünkből merítettük ezeket, és kicsit olyan, mintha mesztelenül állnánk az emberek előtt, hogy most úristen ezt megtudják rólam. De ugyanakkor olyan jó érzés, hogy ezt úgy megkönnyebbülsz, hogy ezt kimondtad, és most már ez egy ilyen nyílt dolog. Igen, a szövegírással nekem is problémáim akadtak, hogy ki kell írjam a saját érzéseim, gondolataim, de szerintem nagyon jó, mert hogy személyre szabott az egész dolog, és hogy tényleg magunkat adhassuk, és magunk, a mi saját problémáinkat, érzéseinket közvetítsük a nézőnknek, és ez nagyon jó érzés. A Tompa Miklós Társulat tavaly novemberben az elnökválasztások idején mutatta be Ibsen a Nép ellensége című darabját. Az előadásra érkezőket két csoportra osztják. A színpadra elhelyezett székekbe, illetve a megszokott nézőtérre. A nézők szavazó cédulákat is kapnak, amelyeket majd az előadás végén kell visszaadniuk. A végig fényben játszódó előadás rejteget még meglepetéseket. Egyik szereplő a közönség soraiból indít, onnan kérdez, egyetért vagy épp vitatkozik társaival. Ibsen egy újságban megjelent rendőrségi hírnyomán írta a Nép ellenségét 1882-ben. A főszereplő Stockmann doktort részben saját magáról mintázta. A történet norvég kisvárosa kitűnő kitörési lehetőséget lát egy fürdő felépítésében, amely a település jövőjét, anyagi biztonságát jelentené. A fürdő vizét biztosító gyógyforrás azonban szennyezett. A darab konfliktusa ebből indul ki. Dr. Tomás Stockmann, Sebestyén Aba, tudomást szerez a szennyezésről és a fürdő átépítését szorgalmazza, ami mellesleg apósa tulajdonában van. Stockmann egyszerű, tudományos kérdésként tekint a problémára, szeme előtt csak az erkölcsi mérce lebeg. Bátyja Péter Stockmann, a város polgármestere, Tollas Gábor, görcsösen ragaszkodik a hatalomhoz. Magányos, egyedülálló politikusként a város egyedüli felvirágoztatójának véli magát. A politikai olvasat mellett nagyon fontos az, hogy két testvér küzdelme folyik a színpadon. Különbözőségük folyamatosan hangsúlyt kap. Az előadást Keresztes Attila rendező két felvonásra osztotta. Az első részben megismerkedünk a szereplőkkel és helyzetekkel, a második részben pedig népgyűlést szerveznek, amelyen a résztvevők, nézők és szereplők a doktor sorsáról kell döntsenek. Arról kell szavazniuk, hogy a korrupciós ügyet kirobbantó orvos a Nép barátja vagy ellensége. Már volt Vadkacsa, volt Hedda, volt Nóra, és akkor most itt van ez. Ez valamilyen Ibsen iránti rajongás? Igen. Igen, határozottan az. Tehát egyszerűen csodálom, vagy merem azt mondani, hogy, vagy legalábbis én nagyon jól csatlakozom erre a szikár önmagához kegyetlen, egyáltalán ahogyan ő a világot látja, amilyen egyszerűen fogalmaz.
Tehát így csodálom, és én nagyon-nagyon szerettem ezt. És ugye még van hosszú a sor, míg az Ibsen életmű végére érünk. Hát nagyon kellemetlen darab volt, meg kell, hogy mondjam. Már kezdtétek azzal, ugye, hogy itt a fények végig sütöttek ránk, tehát az ember olyankor el se tud lazulni, mert látja, mindenkit lát szembe, és hát ez mind csak fokozódott. És hát ez, hogy a közönséget így bevonni, ez egy nagyon merész húzás volt. Igen, eleve, ugye hát ez egy olyan tematikájú dolog, 138 évvel ezelőtt íródott, és arra jöttünk rá, egy ilyen, úgy kezdtük, hogy az évad elején az egész társulattal beszélgettünk önmagunkról, hogy hogyan élünk mi, mik a problémáink, hogy látjuk mi a társadalmat, önmagunkat, a helyünket ebben, és tehát arra kellett rájönnünk, hogy alapvetően semmi nem történt az emberiséggel. Képtelenek vagyunk, egyszerűen képtelenek vagyunk egy elfogadható, emberhez méltó szerkezetet kitalálni a társadalmainknak. Soha nem tudtuk megcsinálni, és azt hiszem, hogy ezután sem fogjuk, vagy úgy látom én. Ami viszont nagyon fontos, a szerepvállalásunk a társadalomban. Tehát, hogy azt meg kell értenünk, hogy mi rajtunk múlik mindaz, ahogyan ez roncsolódik, hogy mi magunk tesszük ezt tönkre, és valamiféle tudatosság, ha magunkért nem, akkor a gyermekeink jövőjéért. Katrin Stockmann szerepében Moldován Orsolya a határozott, de odaadó anyát és feleségét testesíti meg. Háziasszonyi és pedagógusi munkáját is kedvel végzi, férje barátait szívélyesen és barátságosan fogadja. Bátran szembeszáll sógorával, apjával, férje mellett a végsőkig kitart. A női létben, mint mindenben, most megint a másik ló másik oldalára esünk. Hogy most az a tendencia, hogy az a nő, aki ugye otthon ül, vagy többet van otthon, vagy többet foglalkozik a családjával, vagy a karrierje maga a családja, az ugyan nem trendi. És merjük bevállalni, így igen, vannak erős, okos, tenni akaró nők, akik ezt a karriert választják. Tehát, hogy nem elnyomásból, nem... hogy mondjam, nem azért, mert nem tud más csinálni, ezt választja, ez az ő döntése, hogy ezt be lehet vállalni. És milyen jó, vagy milyen nagyszerű, hogyha egy nőnek, férfinek is, de most beszélünk a nőkről, hogy megadatik, hogy van egy olyan párja, aki mellett ő ki tud állni, van egy olyan családja, ami neki kiteljesedést ad, annak ellenére, hogy nem könnyű a helyzet. Annak ellenére, hogy ő küzd azért, hogy állj meg, hát most éhen halunk, vagy nem halunk éhen, de kiállnak egymás mellett, és hogy vannak egymás mellett. A próba folyamatok és az előadásokban is néha arra kell vigyázunk, mert hogy tényleg ez a népgyűlés, amit Hen János kollégám lezsonglőrözik, meg ez az egész dolog, nyilván, hogy a nézőben nagyobb nyomot hagy. De hogy Keresztes Attila mindig mondta, hogy vigyázzunk arra, hogy maradjon a nézőben meg az, hogy van egy család, hogy milyen az, hogy egy családnak az ereje, hogy a kettőt, hogy mi legyünk legalább annyira erősek, hogy az is maradjon meg, hogy működik egy család. Hogy ne, nyilván, hogy a nagy általánosságról beszélünk, a demokráciáról, a szólásszabadságról, a vallásszabadságról, bármiféle dologról, de hogy onnan induljunk, hogy bentről. De hogy onnan induljunk, hogy mindig magunk körül próbáljunk rendet rakni, mert akkor tágulhat a rendrakásnak a bűvös köre. Pontosan és érzékenyen épül fel Sebestyén Abba Stockmann doktora, aki az igazságért harcol. Kezdetben nem tudja megérteni, hogy a társadalom, a közvélemény nem észszerűen működik, az érveket, a tényeket könnyebben legyőzik azok a gondolatok, amelyeket az emberek hallani akarnak, még akkor is, ha ez a saját életüket veszélyezteti. Sorra veszíti el barátait, a nyomdatulajdonost, az újságírókat, akik az érdekharcokban zsarolásoknak köszönhetően értékvesztett, manipulatív, kettős beszédet folytatva lassan ellene fordulnak. Letagadják korábbi támogatásukat, meghazudtolják önmagukat. A darab a szünetben is folytatódik, a színház előterében levő képernyőn a polgármester kampányfilmjét vetítik, aki a gyógyvízzel kampányol újraválasztásáért. A második felvonás maga a népgyűlés, amelyben bizottság előtt kell megvédenie magát Stockmannnak,
aki nehezen jut szóhoz, előtte mindenki hosszasan fejtegetheti mondani valóját. Valóban számunkra is egy nagy kihívás minden egyes előadás, mindig mi is kíváncsian várjuk, hogy vajon ez a fajta nagy népgyűlés, amire az egész előadás ki van hegyezve, hogy szólal meg, milyen a közönség összetétele, mindig más, és nagyon örülünk, amikor aktívak az emberek a közönség soraiból. Aszlak szennyomda tulajdonos szerepében Henny János eleinte barátként viselkedik. Majd ő lesz az, aki elsők között a hatalom oldalára áll. Az ülés elnökeként vitatkozik mindenkivel, többször is csendre inti Stockmant, fontos társadalmi és aktuálpolitikai kérdéseket intéz a nézőkhöz. A határozat így hangzana, a gyűlés dr. Thomas Stockmant a nép ellenségének tartja. Milyen ostobák vagytok, úristen. Öntől megvontuk a szót, kész lejárt az egy perc. Tisztelt polgártársaim, a határozatot most népszavazásra fogjuk bocsátani. Hatalom mindig akkor ír ki népszavazást, amikor legitimizálni akarja ostoba döntéseit. Tisztelt polgártársaim, önök megkapták a szavazó cédulákat a bejáratnál. Ezekre pontosan rá van írva, hogy hogyan lehet szavazni. Ahhoz, hogy önök érvényes szavazatot adjanak le, mielőtt bedobnák a szavazatukat a szavazó urnákba, a cédulát valamilyen irányba be kell hajlítaniuk. Amennyiben úgy hajlítják be, hogy a kék szín marad látható, akkor önök a nép barátja szavazatot adják le, írja is rajta látható, vagyis önök a határozatunk ellen fognak szavazni. Amennyiben fordítva hajlítják be, hogy a fehér szín látható, akkor önök a nép ellensége szavazatot adják le, írja is rajta, vagyis a határozatunk mellett fognak szavazni. Megismétlem a határozatot, a nép dr. Thomas Stockmant, illetve a gyűlés dr. Thomas Stockmant a nép ellenségének tartja. Világos, tisztelt polgártársunk, hogyan kell szavazni? Köszönöm szépen, kérem az önkénteseket, hogy segítkezzenek a szavazatok begyűjtésénél. Billing Hofstad urat is kérem, hogy segítkezzenek. Lars, kérjük valami kellemes zenét, mondjuk a polgármester úr kedvencét, hogy rendben menjenek a dolgok, jó? Indul a szavazás, köszönöm szépen. Tudom, hogy vannak meghatározott irányvonalak, ugye, mert a feliratból is lehetett következtetni, hogy akkor most éppen milyen téma következik. De hát nagyon sok újdonság is van mindig. És akkor ezek hirtelen jönnek, vagy azért már van már ott is téma eltéve, hogy akkor mikor milyen elő? Hát ez a gilotin állapotának a helyzete a színész számára, és ez az előadás tulajdonképpen, mert én néha fogalmam nincs, hogy honnan jönnek az ötletek, és honnan jönnek a gondolatok. Illetve egy dolgot tudok, ugye a nézők, azok definiálnak bennünket. Tehát különösen abban a részben, ahol ez kinyílik a nézők számára. Tehát ilyen értelemben én azt érzem, hogy ez a totális, teljes halálugrás pillanata, én legalábbis így élem meg, mert minden pillanatban azon vagyok, és azon gondolkodom, hogy vajon mi az, amivel be lehet kapaszkodni, amivel lehet egy értelmesebb párbeszédet folytatni, meg továbbvinni azt a történetet, amit nekünk tulajdonképpen kell vinni. Tehát én ezt nem tudom megragadni, hogy ez hogy működik, mert annyit szoktunk színházról beszélni, hogy mi a színház, és ugye rengeteg elméletünk van erre, hogy az élet a színház, de így önmagában ez így nem sokat mond. Mi pont erre tettünk egy kísérletet, hogy próbáljunk meg úgy a színházat csinálni, hogy tényleg az élet legyen minden el együtt, de még akár úgy is, hogy unalmas. Tehát, hogy ez nem egy performance. Tehát, hogy ez inkább ez működik, és most megtörténhet, hogy amúgy a gondolatmenetem szétesik, de pont azért esik szét, mert én nem tudom ezt definiálni. Én csak annyit tudok, hogy a nézőkre ráhagyatkozom, és próbálok velük beszélgetni, de hogy ez ne legyen ilyen borulátó, ez amúgy jó, mert hogy jók ezek a halálugrások, és jók ezek az állapotok, különösen színpadon és színész számára. Igazából nekem elég nehéz dolgom van ott, én nem is nagyon figyelem a közönséget, vagy legalábbis próbálok, akaratlanul is hallom,
és befolyásol egy picit, de próbálom magamat kívül tartani mind abból, ami ugye az egész nagy népgyűlés alatt történik, de persze hallom, hogy miket mondanak. Nehéz fenntartani nekem azt a készenléti állapotot, hogy ugyanott folytassam ugye a monológot, ahol abba hagytam, és ahol gyakorlatilag van egy kis kiállás előadáson belül, egy nyílt fórum. Én azt gondolom, hogy mindig érvényes, aktuális témákat is. Egyrészt az Aszlak Szent Játszó Henny János részéről is történik ez a piszkálgatás, nem nevezném provokációnak, de próbáljuk tudatosan az embereket kizökkenteni mindabból, ami, tehát az előadás milliójéből, tehát arról beszéljünk, ami most velünk ma itt ebben a városban történik. Van, amikor sikerül jobban, és nagyon jól veszik alapot, a közönség jól veszi alapot, és tényleg aktuális témákról beszélgetünk, és van, amikor tényleg a közönséget nem lehet kiszökkenteni, mert visszatérnek, hogy jó, de Tomás Stockmann, jó, de hogy akkor a fürdő, jó, de hogy akkor, tehát hogy nehezen hagyják el az előadást. De hát ettől izgalmas minden egyes, és egy külön este. Az alkotmány szerint ugye a nép kezében van a hatalom. De tulajdonképpen mindig valami kisebb érdekcsoportok azok, akik a valós döntéseket meghozzák. A többséget gyakran be sem vonják ezekbe a döntésekbe. Így tehát tulajdonképpen nem a többség az, aki a valós demokratikus vezetés gyakorolja, hanem többség nevében egy hangos kisebbség, egy hangos kis érdekcsoport, aki a többség nevében lép fel. Hölgyeim és uraim! Manapság a rendszer többet tud egy egyszerű, közönséges emberről, mint az saját magáról. Igen, információs terünket megtöltik mindenféle haszontalan információkkal, mint a sport, showbiznisz, miszticizmus vagy más hasonló valós tartalmakat mellőző információkkal. A cél, ugye, legalapvetőbb emberi ösztöneinkre hatnak. Az erotikusságtól a kemény pornográfiáig, az olcsó szappantól a könnyű és gyors meggazdagodásig. Divattá vált a középszerűség. Ez van, hölgyeim, divattá vált a középszerűség, a botrányok, a bulvársajtó. A jóslás, a mágia, az olcsó humor, a populista cselekvések megakadályozták az embereket abban, hogy képesek legyenek összefüggéseiben látni, ésszel felfogni, hogy valójában mi is történik a világon. A cél az érzelmekre való hatás, a totális agymosás. Az ember racionális elemző képességének a blokkolása. A kritikai gondolkodásnak a végső elfolytása. Kreált problémákat hoznak létre, vagy reakciót provokáljanak ki az emberek köréből, hogy azok majd önként önszántukból követeljék meg a hatalom számára szükséges intézkedések, gyakran népszerűtlen intézkedések meghozatalát. Ezzel szemben minimalizálják az állam szerepeit. A privatizáció, az instabilitás, a hatalmas nagy munkanélküliség, az alacsony munkabére, ugye? Ezeket mind fokozatosan vezetik be, és mi lázadás nélkül elfogadjuk őket, míg egyszer csak azt gondoljuk, azon kapjuk magunkat, hogy azt gondoljuk, hogy mi magunk vagyunk hibásak saját kis szerencsétlenségeink miatt. Amíg az értelmi képességeink hiányában, a hozzáértésünk hiányában, az erőfeszítéseink hiányában következnek be, és ahelyett, hogy fellázadnánk a rendszer, a hatalom ellen, önmagunkba fordulunk, szűkebb környezetünket bántjuk, és önmagunkat vádoljuk. Depressziósak leszünk, és tétlenek egyszerűen. Elfogyott az oxigén. Ez nagyon ritkán adatik meg a színésznek, hogy nemhogy legelhet, muszáj neki legeljen azon, hogy milyenek a nézők. De hát a nézők egymáson is tudnak, mert itt teljes nyílt fényben egy nappaliban történik ez a mese. Volt már olyan eset, hogy nagyon meglepett valami, egy nézői reakció, vagy talán az egész közönségből kiáramló energia. Volt ilyen? Igen, azért a vége mindig úgy van, hogy az ember, mikor lejátszik egy előadást, a végén mindig van egy feloldozás önmagába, vagy a szerep úgy alakul, vagy az előadás itt, meg a vége annyira felgyűlik, hogy
hogy úgy nehéz egy picit pont a végét kezelni. Volt olyan, tehát hogy volt olyan, hogy az utolsó család jelenetet, ami igazából egy egész felvonás, az a darab ötödik felvonása, de ennyi maradt belőle, mert hogy itt csak ennyi a lényeg számunkra, hogy hát, hogy így felálltak, hogy ugye a szavazás után történik, és hogy így nem tudtunk szóhoz jutni hosszú perceken, mert valaki azt mondta, hogy aki, tehát hogy egy ilyen forradalmat keltett egy néző, és itt felállva addig tapsoltak, meg gondolták, vége van, de nem. Illetve azért, hogy mondjam, nem könnyű a népgyűlés, tényleg egy nagyon nehéz, mert egy másféle színházi forma, mert csak színházi forma, de hogy ennek a kinyitása a nézőknek is nagyon nehéz, és igazából akik lekavarják, kollégák is. Tényleg nagy köszönet igazából a nézőknek, hogy ennyire nyitottak erre a dologra, hogy tényleg mernek részt venni, de ezt a próba folyamatban, szimulálásként a darabban nem játszó kollégáink voltak a segítségek. Tehát ugye amikor ezteket a jeleneteket vettük, akkor ők beültek és próbálták ezt a szimulációt segíteni nekünk. Nyilván nem olyan, sosem olyan, de hogy nem a bemutató volt az első alkalom. Itt pont az a jó a dologban, hogy itt bárki elmondhatja a véleményét. És hogy itt ez ugye nem arról szól, hogy most kivágjuk a magas C-t, hanem hogy bárki elmondhatja arról, hogy most demokrácia, mint olyan működik az életünkben, a mindennapokban. Az persze jó, ha valaki picit alaposabban próbálja a dolgot megközelíteni, de amint az előbb is mondta, hogy én nekem ez tényleg nagyon kemény, én attól vagyok negatív figura, hogy ők engem tulajdonképpen megutálnak. De én erről nem tehetek, hogy ők engem megutálnak, mert én azt csinálom csak, amit nekem csinálni kell. És ez nem az a klasszikus értelembe vett negatív figura, mert tényleg nem az, hanem nekem képviselni kell azt az ügyet, ami a doktor ellen van, miközben tudom, hogy ezzel ember nincs a Földön, aki egyetértene, bár van, de nagyon kevés. Mert azért lássuk be, hogy az sem mindegy, hogy az ember pénzéből építenek újjá egy vízművet. Tehát van, de az elhanyagolandó. Itt látják, lejárt a szavazás. Kérem, megjegyék meg, hogy ismertessem az eredményt. A Billing úr, legyen szíves jegyzőkönyvező, jó? Tehát a gyűlés a fehér szavazatok látható és egyértelmű többségének okán 10 darab kék ellenszavazattal Dr. Tomás Stockmant a nép ellenségének nyilvánítja. Köszönjük szépen, a gyűlésbe rekeztem. A nézők bevonása és az új színházi formákkal való kísérletezés által fórummá alakul át a színház. Olyan térré, amelyben akár a közönség is fontos szerepet kaphat, közösséggé formálódhat. És ez manapság, amikor a vitakultúra már-már kihalóban van, talán nem is kis dolog.